Újabb esélyegyenlőségi programok indulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A felzárkózás politikai együttműködési projekt megyei szintre emeli az országos programokat. Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a megyeházán tartott projektnyitó rendezvényen kiemelte. Fontosak az országos programok, de talán fontosabb az, hogy a helyi vezetők ezeket ismerjék és segítsék a településeknek ezeket összeilleszteni. Ez 3 évre szól, 1,2 milliárd forint keretösszegű, 18 megye vesz részt, tehát Pest megyén kívül minden megye részt vesz ebben a programban, és átlagosan 50-60 millió forintot nyertek ezen a pályázaton a megyék az előző pályázaton. A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak és településeknek esélyt teremtsen a jobb életre, hiszen ez az állapot nem egy életre szóló meghatározottság, van belőle kitörési lehetőség. Magyarországon a romák körében 40%-os a foglalkoztatási ráta, 3 éves korban a roma gyerekeknek több mint 90%-a óvodába jár. Ez azt mutatja, hogy igenis, hogyha a helyben a vezetőkkel, szakemberekkel összefogva végig gondoljuk a problémákat, és egy stratégiát alkotunk, és megfelelő intézkedéseket hozunk, akkor helyi koordináció mellett igenis eredményes, hatékony megoldások tudnak születni. A program keretében rendezvények, workshopok és munkacsoporti ülések segítik majd a jó gyakorlatok átadását, hiszen ezek országosan is adaptálhatóak. Erre példa az egyre nagyobb méreteket öltő Collegium Plus program. 2 hibát követhetünk el a programmal kapcsolatban, a felzárkóztatás politikai célkitűzésekkel, hogy túlzottan türelmetlenek vagyunk, illetve hogyha nem teszünk meg minden egyes percben mindent, amit ezekért a célokért elérni lehet. Egy újabb állomásához érkezett ez a politikai célkitűzés azzal, hogy megyei foglalkoztatási paktumok is alakulnak, de megyei felzárkóztatási paktumok is alakulnak a projekt eredményeképpen, illetve egy olyan térkép, amely a szolgáltatási hiányokat, szolgáltatási hátrányokat teszi világossá a megyei szereplők, illetve az egész ország, az állami vezetés számára is. Ez kiindulási alapot jelent majd a következő Európai Uniós fejlesztési ciklusra és a hazai költségvetés tervezése során is. Megmutatja majd, milyen célok és megoldásra váró feladatok vannak a térségben, amelyeket figyelembe kell venni a fejlesztéspolitikai célok kialakítása során is.